Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget, és külön köszönöm ezt az elgondolkodtató címet, ami nagyon inspirált minket. Rettentő jó alkalom volt arra, hogy összefoglaljuk azt a munkát, amit szerencsére a teremben is jelenlévő Hunti Gergely, Gadár László és Posztján Zsolt kollégámmal végeztünk és végzünk. Külön inspiráló volt az együttműködő hálózatok kifejezés, úgyhogy az előadásom első felében ezt a kérdést szeretném körbejárni, mi is az együttműködés és hogyan is kapcsolódik ez a fogalom a hálózatokhoz. Azért, ha itt a Szombathely környékén vagyunk, és igazából módszertani kérdést szeretnénk találni, vagy módszertani eszközt, akkor szerintem a legjobb, hogyha Vörös Sándorhoz nyúlunk. A dolgoknak ne a szerepét és hatását figyeld, inkább a mintázatát és iramát, csak ezen az úton értheted meg az életet, természetet, embertársaidat és önmagad. Talán ez az idézet kellőképpen illusztrálja azt, hogy miért is kell hálózatelemzéssel foglalkozni, miért is kell társadalmi mintázatokat keresni. Nézzük is meg azt, hogy ezek a mintázatok miként alakulnak ki, és miként kapcsolódnak a kooperációhoz, az együttműködéshez. Ma már tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy értékes kulturális termék, műszaki innováció létrejöjjön, ahhoz csoportban kell dolgoznunk. Miként jönnek létre ezek a csoportok? Tegyünk először egy egyszerű szimulációt, ahol azt várjuk el, hogy 4 fős csoportokat hozzunk létre. Itt az ábrán talán látszanak ezek a kis kék pontocskák. Bármézést kérek, szeretnék rákattintani, de... Igen, tehát és láthatók, hogy a 4 kis pontocskák folyamatosan létrejönnek, formálódnak csapatok, amelyek alkotnak, elvégzik a kreatív tevékenységüket, aztán felbomlanak. Nem jönnek létre hálózatok. Viszont akkor, hogyha a csoport tagjai igénylik azt, hogy már tapasztalt munkatársak kerüljenek a csoportokba bevonásra, és egyre inkább igényeljük azt, hogy a csoportok között tudásmegosztás zajlódjon végre, akkor látjuk, hogy ezek a csoportokat, ezek a tapasztalt tudáselemek, szakértők össze fogják kapcsolni, és egyre inkább előfordul az, hogy egy összefüggő hálózata jön létre ezeknek a kreatív alkotó közösségeknek, amelyekben egyre többször fordul elő szintén az, hogy már tapasztalt munkatársi kapcsolatok ismétlődik. Tehát láthatjuk azt, hogy ez egy fontos eleme a hálózat képzésnek az, hogy preferenciáink vannak, értékeink vannak, és ezeket az értékeket kiválasztjuk. Igazából, ha megnézzük, elnézést kérek el, kicsit ez a... Remélem... Igen. Tehát egy preferenciáltsági hálózat jön létre, magyarán minden elemnek a hálózatban megvan a maga vonzó képessége, megvan a maga potenciája, és hát a Máté effektushoz hasonlóan azokat választjuk, azokhoz vonzódunk, akik már sikeresnek bizonyultak. Eme mechanizmust követően olyan hálózatok jönnek létre, amelyekben habok, tudáscentrumok jönnek létre, és a perifériához pedig kapcsolódnak a következő elemek. Tehát ebből láthatjuk már azt, hogy a kooperáció és a preferencia alapú választás már mindenképpen hálózatos struktúrát hoz létre. Ugyanakkor jó, ha körbejárjuk a kooperációnak a fogalmát is, mert a kooperáció és az együttműködés az nem mindig egyértelmű, és nem mindig egyértelműen látjuk ennek a hasznát. Ugye erre a nagyon jó példa a fogoly dilemma, amit talán mindenki számára ismerős, de ha ezt igazából megpróbáljuk általánosítani, akkor a kooperációnak mindig van valamilyen költsége, és mindig van valamilyen nyeresége mások számára, és mikor alakul ki kooperáció? Hát általában ismétlődéses játékokban, és hát hogyha nagyon racionálisan szeretnénk dönteni a kooperáció stratégiákról, akkor igazából az alapján, a valószínűség alapján döntünk,
hogy mikor, mekkora valószínűséggel ismétlődik meg egy játszma, mikor, mekkora valószínűséggel leszünk mi a túloldalon. Így aztán egy egyenletet írhatunk fel, hogy akkor érdemes kooperálni, amikor a kooperációnak a költsége kisebb, mint a várható nyereség szorozva a valószínűségnek az összegével. Ebből egyértelműen levezethető az a hétköznapi bölcsesség is, hogy a kisközösségek jóval kooperatívak. Ez szerintem kőszegen ez egy rettentően komoly bölcsesség. Nyilván nem csak közvetlen ismétlődésről beszélhetünk, hanem hírnévről is beszélhetünk, tehát a reputációnk az áttételesen ezt a mechanizmust helyettesíti. Minél nagyobb egy közösség, minél több szereplő van, annál inkább nem teljesen egyértelmű ez a kérdés. Ugye a hiányzó hős társadalmi csaptája nyilván mindenki számára ismerős. Itt is egyértelműen arról van szó, hogy az egyének a költsége és a közösségnek a nyereségére áll egyensúlyban, csak hát ez nem mindig teljesen egyértelmű ez a kérdés. Ezért is fontos, hogy különböző értékeket próbáljunk meg kiemelni, hangsúlyozni. Ilyen érték, amit Vergéliusnak vagy pedig Jeffersonnak is tulajdoníthatunk, hogy a közjó a legnemesebb szándék, és nagyon fontos, hogy ez a kultúránknak a része legyen, hogy a kooperáció kialakuljon. Nyilván a kooperáció az nem egy légüres térben zajlik, ahogy itt előbb a szimulációban az elemek itt tapadtak egymáshoz, hanem a mi személyes társadalmi kapcsolatrendszerünkben, és hát már 1934-ben felismerték azt, hogy egy szociális hálón keresztül érintkezünk egymással, és ezen a hálón keresztül értelmezhetők igazából a mechanizmusok. Tehát egyrészt a mechanizmusaink hálózatot hoznak létre, másrészt pedig a kapcsolataink hálózatunkon keresztül valósulnak meg. Nézzük meg azt, hogy ez hogyan működik. Kérhetem esetben a szimulációt? Köszönöm szépen. Tehát itt egy gondolatnak, egy innovációnak az elterjedését láthatjuk. Ha már kettő zöld, de jelölt elem megosztja pozitívan egymással az információt valamilyen innovatív terméknek a megfelelőségéről, vagy gondolatnak a megfelelőségéről egymással, akkor azt tovább tud terjedni. Na most ebben a hálózatban, ahol egy kis világok egymáshoz szorosan kapcsolódnak, láthattuk, hogy elég lassan terjed el egyfajta innováció. Nézzünk meg egy másik hálózatot, esetleg ennek is, köszönöm szépen. Egy áttételesebb rendszerben, ahol távhatások vannak, ahol gyenge kapcsolatok is jelentkeznek, ott nagyon gyorsan elterjed egy innovatív megoldásnak a haszna. A hálózat struktúrája, tehát láttuk, hogy befolyásolja a kapcsolatunkat, a kooperációinkat, ugyanakkor a hálózatosodás nem minden szempontból előnyös. Vannak olyan kapcsolatok, ahol ahol a kooperáció eredményét meg kell osztanunk egymással. Ebben az esetben, hogy minél, elnézést kérek, itt elment ez a gép, úgyhogy kérek vetítést, és visszamehetnénk még. Itt igazából azt látjuk, hogy hasonlóan az előző egyenlethez, amiben a kooperációnak az előnyei és költségeinek az arányát határozta meg a kooperációnak a szükségességét vagy indokoltságát. Itt láthatjuk azt, hogy igazából minél sűrűbb egy hálózat, annál kevésbé érdemes kooperálni, és egy nem kooperatív elem és kooperatív szereplő pedig teljesen lerombolhatja a hálózatban a kooperatív struktúrát. Köszönöm szépen, kérhetem. Nézzük meg akkor ezt, hogy ez hogyan valósul meg a mi magunk világában, illetve nézzünk rá arra, hogy ezek a kapcsolatok nem feltétlenül egyfélék. Tehát ezek sokdimenziósak, igencsak árnyaltak. Galár László kollégám szervezeteknek a felmérésével is foglalkozik, és itt az ábrán három eltérő munkahelyi környezetben szereplő munkatársaknak a kapcsolatrendszere található. Vannak itt vezetők háromszöggel jelölve, munkatársak körrel jelölve, és amire fel szeretném hívni a figyelmet, és ami tényleg innovatív,
hogy háromféle kapcsolatrendszerben 15 féle kapcsolattípust definiáltunk. A munkatársi kapcsolat, a vezetői kapcsolatokon át, az egymást minősítő kapcsolatokon keresztül, például valakitől utasítást kapok, minősítő kapcsolat, valakinek elismerem a szakértői tudását, valaki motivál engem, baráti kapcsolat, hogy jól kijövök vele, vagy pedig elmegyek vele, szívesen elmennék vele ebédelni. Tehát ezeken a dimenziókon keresztül mérték fel egy szervezetben a kapcsolatokat, és ez nagyon izgalmas eredményeket tud mondani. Majd beszélek például az aszimmetriáról. Nagyon izgalmas kérdés például, hogy mi férfiak nagyon szívesen elmennénk hölgyekkel ebédelni, ők már csak 30%-ban jönnének, jelölnek vissza minket, és az is izgalmas, hogy akikkel elmennénk ebédelni, hölgyek, őket nem választanánk be projektbe munkatársként. Úgyhogy igazán elgondolkodtató kérdések ezek, úgyhogy érdemes ezeket részletesen elemezni. Több rétegű hálózatokat definiáltunk, és a több rétegű hálózatokban a kapcsolatok, mint egyfajta események, mint egyfajta ilyen bevásárló kosár elemzéssel tárhatók fel, és akkor ebből kideríthető, hogy egy vállalatnál barátságos atmoszféra van, és hát olyan bölcsességekkel is rájöhetünk, amivel azt nyilván mindannyian tudjuk, hogy a szakértők tudással reprezentált kollégák, ők kevésbé barátságosak. De az is biztos, ami fontos lehet, hogy az igazán vezető képességgel és motivációs képességgel rendelkező munkatársak pedig vonzók számunkra. Tehát eme hálózatoknak az elemzésével például szuperül feltárhatók azok, hogy kik a jó vezetők, kik azok, akik tudnak minket motiválni, és ez nyilván egy ilyen térkép, az hasznos lehet a szervezetfejlesztés számára. Úgyhogy most vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hogy egy másik, ugyanezek az eszközök egy másik vonatkozásban mennyire lehetnek érintettek. Mielőtt eljutunk a városok szintjére, ugorjunk egy nagyot. Létezik egy olyan weboldal, vagy egy szolgáltatás, ami a világ 60 országában megjelenő összes internetes hírt lefordítja angolra, digitalizálja és kódolja, és kereshetővé teszi. Tehát ha megkérdezzük azt, hogy a két nappal ezelőtt kooperációval kapcsolatban milyen hírek jelentek meg a világban, akkor egy kooperációs térképet fogunk kapni, amiben itt kevésbé látszik, de éppen egy politikai együttműködés jelenik meg a térképen Budapesttel kapcsolatban. Milyen jó ez hálózatos kapcsolatban? Ha az elmúlt két évben megnézzük, hogy Magyarországgal kapcsolatban a nemzetközi sajtóban 251 ezer eseményt tudtunk definiálni. Ha megnézzük azt, hogy ezeknek a híreknek a pozitív és negatív tartalma gépi tanulással meghatározható. Sőt, ezeknek az események kódolhatók. Különböző, van egy konfliktus és mediációs esemény alapú kódolás, amivel a politikai események kódolhatók, például ami az előadáshoz kapcsolódik, diplomatikai szintű kooperáció, más szintű kooperáció. Akkor feltárhatjuk az országoknak az egymáshoz kapcsolódó viszonyrendszerét. Ezen az ábrán Magyarországot helyeztük a központba, és Magyarországnak a kapcsolatos híreket mutatunk. Hát sajnos nagyon sok a piros, ami a negatív híreket mutatja. Van néhány zöld kapcsolat is a keleti fejlődő országokkal. A legvastagabb piros vonal pedig igazolva a módszert, annak a helyességét, az pedig Koreával kapcsolatos, ugye a kis hablánynak a szomorú eseményei is visszaköszönnek. Minden esetre ez egy politikai kérdésekkel foglalkozó, kooperációval foglalkozó szakértők számára az ilyen jellegű elemzések hasznosak lehetnek. Nyilván ezt a közösséget leginkább az érdekli, hogy mit tudhatunk a városokról. Tehát igazából egy makroszkópot szeretnénk keresni, amivel a társadalmi jelenséget vizsgálhatók. Egyfajta indikátorokat, méréseket szeretnénk keresni, amelyek tervez földrajzi lefedettséget adnak, témakört átfogóak, értelmezhetőek és összehasonlításra adnak lehetőséget.
Ugye ilyenek vannak, de leginkább ország szintjén, tehát hogyha megnézzük a világgazdasági fórumnak a competitiveness reportját, ez definiálja azokat a témaköröket, ahol lehet mérni a versenyképességet, ugye a támogató környezet, az emberi minőség, a piacok és az innovációs ökoszisztéma, ami témaköröket lehet definiálni. Globális szinten ez könnyű makrogazdasági mutatók alapján, ahogyan megyünk lefele a regionális életminőségnek a minősítésére ugye egyre nehezebb, egyre több proxyt kell alkalmazni. Amikor már viszont településeket szeretnénk minősíteni, akkor az már végképp nehéz. Itt az ábra nagyon nehezen látszik, de nagyon sok apró piros pont van Magyarország térképén, onnan települnek el az emberek, tehát ott fogy a népesség, és nagyon kevés zöld pont van Győr, Budapest és Kecskemét környékén, ahol pedig nő a népesség. És miért is fontos ez? Tehát, hogyha megnézzük az országnak a intelligens szakosodási stratégiáját, akkor ebben egyértelműen definiálva van az, hogy az alacsony tudás és technológiai intenzitású régiókban érdemes innoválni, mert a régióban befogadó növekedés következményeként a régió élhetőbbé válik, munkahelyek jönnek létre, és megszűnik az elvándorlás. Tehát igazából ez a cél, és akkor nézzük meg, hogy mitől vonzó egy település, miként lehet megtartani a minőség, a munkaerőt, és miként lehet javítani az életminőséget. Tehát igazából ezzel kapcsolatos mutatószámokat szeretnénk keresni. Az egyik az, hogy akkor innovációs centrumokat szeretnénk létrehozni. Mitől lesz tudásrégió egy tudásrégió, mitől termelési régió egy termelési régió, és ezt hogyan lehet mérni. Például az egyik mérőszám az a nemzetközi szabadalmaknak a száma, amit elemeztük tőnk Honti Gergely kollégámmal. Tehát egy ilyen magyarországi innovációs térképet látunk ilyen szempontból. És hát érdemes megnézni ezt hálózatos nézőpontból is, akár úgy, hogy a világgal hogyan kooperálunk, a nemzetközi szabadalmakat milyen szervezetekkel közösen készítjük, adjuk be. Ami érdekesség, az nyilván a német gazdaságnak a való együtt dolgozásunk, és a sok-sok vízbe mártott test vagy elnézés szervezet, az nem véletlen azok adóparadicsomok. Tehát úgyhogy ezekkel a régiókkal a legerősebb a gazdasági együttműködésünk. Tudományos kapacitásnak a mérésére a nemzetközi publikációkat helyeztük térképre, adott témakörből kapcsán alkalmasak tudjuk a tudásrégiókat definiálni, tudjuk mérni, hogy rendelkezésre áll-e a kritikus tömeg. Ezt a kérdést is érdemes hálózatos szempontból körbejárni, ami látszik, hogy annak ellenére, hogy elég intenzív volt Magyarország az előző térképen, ezen a hálózatos térképen alig tűnik fel. Miért? Mert hogy a kutatásainkat nem kooperációban, nem nemzetközi kooperációban végezzük. Nyilván, hogy a következő generáció merülhet fel a kérdés, ezért is nézzük az Erasmus hálózatokat Kosztján Zsolt kollégámmal és Gadár László kollégámmal. Itt az elmúlt időszakban látható a térképen, hogy mely területen vannak attraktív területek Erasmus utazás kapcsán, tehát ezeket a pontok minősítik. Látható, hogy igencsak szakterület függő az Erasmus utazások száma, tehát Magyarország különösen agrár és az állatorvosi képzések területén tölt be érdekes, vonzó szerepet. Nézzük is meg azt, hogy mennyire vonzó szerepet töltünk be. Hálózatos szempontból lehet minősíteni azt, hogy mennyire vagyunk igazából mi vonzóképesek. Most nézzük meg a nyugati régiót, nyugat-európai országokat, dél-európai országokat, észak-európai országokat, és nézzük meg a mi kis blokkunkat. A számok azt mutatják, hogy egy véletlen hálóhoz képest, tehát mindenki a saját tömegéhez, nagyságához képest, mennyire vonzó. Ha ennél nagyobb számokat látunk, akkor az jobbak vagyunk, mint hogyha véletlenül választanának minket, kategóriát mutatja. Nagyon látszik az a legvastagabb ábra az, hogy a kelet-európai régióban saját magunkon belül történik a mobilitás, és látható az is,
hogy sajnos nagyon-nagyon vékony az a két vonal, ami a nyugat-európai és észak-európai országokból érkezik hozzánk Erasmus mobilitás. Leginkább a dél-európai országok, Törökország számára vagyunk igazán vonzók. Ez egy példa lehet arra vonatkozóan, hogy hálózatelemzés eszköztárával lehet minősíteni a kooperációkat, lehet minősíteni ezeknek a szimmetriáját, ami egy nagyon izgalmas terület. Visszakanyagodva, és nyilván ezt egy adott településre, intézményre is meg lehet nézni. Visszakanyagodva a terület vonzóképességhez, érdemes megnézni akkor a területnek a gazdaságát. Ezzel kapcsolatban a cégadatbázisban tekintettük át jóval korábban, hogy milyen típusú vállalkozások vannak, mert hogy ezek alapján lehet minősíteni azt, hogy egy régió tudásrégió, ipari termelési régió, vagy pedig alacsony fejlettségű régió. Ezt érdemes hálózatos szempontból is nézni, tehát megnéztük azt, hogy a tulajdonlási viszonyok hogyan alakulnak a magyar céghálózatban, és hasonlóan az Erasmus példához, itt is fel lehet tárni azt, hogy Magyarországon leginkább régiókon belül maradnak a tulajdonosi kapcsolatok, illetve Budapest-centrikusak, illetve rettentően komoly távolságfüggők. Ezek alapján, a hálózatok alapján, a kapcsolatok valószínűségi alapján lehet szegmentálni, csoportosítani a hálózatokat. Tehát elrugaszkodva a klasszikus gazdasági régiók fogalmától, a céghálózatoknak a struktúra alapján automatikusan határozzuk meg a régiókat. Itt attól függően, hogy milyen modellt alkalmazunk a területeknek a csoportosítására, egyfajta ilyen tomográfot képzelhetünk el. Van egy modellünk, feltételezésünk, és akkor ez alapján nézzük, hogy mi alapján, miként csoportosulnak a vállalkozások, a régiók. Tehát, hogyha nem teszünk semmit, csak az előbb említett véletlen konfigurációs modell alapján csoportosítjuk a hálózatokat, visszaköszönnek a területi közigazgatási régiók és a távolságfüggés. Ugyanakkor, ha makrogazdasági mutatókat, vonzóképességet teszünk a modellbe, akkor pedig az azonos fejlettségi régióknak a közti kooperáció tárul fel. Nyilván egy életnek egy fontosabb, vagy legalább ennyire fontos szerepe a kultúra. Itt a Wikipédián a kulturális termékeknek a kapcsolatrendszerét néztük, elemeztük. Kulturális termékek egyértelműen azonosíthatók, hogy kiktől származnak ezek. Ezek már összekapcsolják a szerzőket, szereplőket. A szerzőket, szereplőket intézményekhez, városokhoz tudjuk rendelni, és ezáltal például egyetemi rangsorokat tudunk készíteni, vagy pedig meg tudjuk nézni azt, hogy miként kapcsolódnak ezek településhez. Tehát ez egy zábra, igazából ezzel zárnám ezt az előadást ebből a blokkal, ami nagyon köszönöm annól a lehetőséget, mert ez még itt készült az IRS-ban korábban. Ez a Kraft városoknak a területi vonzóképességét mutatja a Wikipédia szempontjából. A hálózatban betöltött szerep alapján így aztán lehet rangsorolni az intézményeket, mi a szerepük a mi kultúránkban, nyilván a Wikipédia tükrében. És ez alapján lehet kategorizálni a városokat, tehát kisváros kategóriában Kőszeg a negyedik helyen szerepel. Bele kell húzni egy Wikipédia oldalt, még kell szerkeszteni. Nyilván ez egy indokot, és a középváros kategóriában pedig szintén szeretném ott kiemelni Veszprémet szintén az élmezőnyben. Tehát ebben az előadásban arra szerettem volna rámutatni, hogy a kooperáció együttműködés hálózatokat eredményez, a kooperáció együttműködésnek a terepe is maga a hálózat. Éppen ezért, hogy ezeket a mechanizmusokat megértsük, érdemes ezeknek a mintázatokat vizsgálni. Nyilván ezt annak érdekében, hogy az életminősége mindannyiunknak javuljon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.